Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem Józsa Dávid, műrepülő, vitorlázó világbajnok. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Jó estét, én is köszöntöm a nézőket. Ebben az esztendőben aranybetűkkel írunk a fehérvári repülős történet lapjaira. Egyik oldalról az évszázados évforduló a centenáriumokán, másrészt pedig hát itt van a két aranyérem és az ezüst. És a siker azt hiszem, hogy mindenkit meggyőz arról, hogy jó kezekben van a repülés, a légben járók sorsa Székesfehérváron, hála Istennek teszem hozzá. Most viszont nem a 100 éves repülés történetről fogunk beszélgetni, hanem Józsa Dávid személyes sorsáról, arról az útról, ami elvezetett a sikerekig. Kezdjük az indítatással. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem volt nehéz a repüléssel foglalkoznod, hiszen édesapád lehetett a példa, a példakép. Igen, apukám katonai pilóta volt Börgöndön, de akkoriban nem volt jellemző az, ami ma egy kisgyerek életében gyakorlatilag természetes, hogyha apukája vagy anyukája, a szülei repüléssel foglalkoznak, akkor egészen közel kerülhet a repüléshez. Ez a 80-as évek végén, 90-es évek elején még nem volt így. Én egyszer-kétszer jártam benn Börgöndön, illetve keresztapukám révén a pápai reptéren. Ugye amikor, de az viszont egyértelmű volt, hogy ahogy lehetett, tehát hogy 16 éves kor betöltöttem, akkor én egyből elkezdtem repülni. Akkoriban nem lehetett még Fehérváron repülni, úgyhogy sok fehérvári társamhoz hasonlóan én is Dunajvárosban kezdtem el. 1993-ban, ez most már 23 éve. Negyed század édes tova. Hogy nő fel egy pilóta csemete? Tehát példaképpen az édesapja nyilvánvaló, aki olyan szerencsés, hogy láthatja, hogy mi az ég és föld között, az azért előbb-utóbb szeretne olyanná válni, mint az édesapa vagy az ismerősök. Én 15 éves koromban repültem először apukámmal, akkor az volt egy tényleg egy olyan pont, hogy akkor én ezt biztos, hogy szeretném kipróbálni, szeretném csinálni. Az, hogy ez sikerült, az köszönhető oktatóimnak, köszönhető annak a szerencsés folyamatnak, hogy szépen lépésről lépésről haladhattam. Dunaújvárosban az alapkiképzés után szépen elkezdődött a távrepülés vitorlázógépekkel, aztán elkezdődött a motoros vitorlázórepülés, motoros repülőgéppel kezdtünk el repülni, majd ultrakönnyű repülőgéppel, és minden egyes kategóriába szépen lépésről lépésre. Vitorlázógépen 2007-ben kezdtem el műrepülni, viszonylag hamar utána meglett az oktatói papírom, motoros géppel elkezdtük az ejtőernyős ugratói kiképzést, a vitorlázó repülőgép vontatói kiképzést, és szépen mindegyik kategóriába haladtunk. Tehát a lépcsőfokokat meg kellett járni. Az nagyon szépen megvolt. Mennyire volt tudatos a pályát? Tudatos volt, de ehhez kell elhivatottság is, ami egy kicsit több annál. Azt gondolom, hogy így utólag szinte minden egyes lépés segített. Segített abba, hogy akár itt most a műrepülőversenyen ilyen szép eredményt sikerült elérni. Elkezdtünk motorossal versenyezni, navigációs repülést, ahol nagyon pontosan meg kellett egy-egy fordulópontra érkezni, ahol folyamatosan navigálni kellett. A műrepülés mellett ugye elkezdtem műrepülést oktatni, abban is, amikor az ember hátul és egy növendék előtte van, akkor is többet lát, nem a saját repülésére figyel, hisz akkor ő tudja, hogy mit fog csinálni. Ha egy növendék van előtte, akkor avval kell gondolkodni, hogy vajon növendék mit fog csinálni a következő lépésbe. És azt gondolom, így most az 5. világbajnokságomon tényleg jó értelembe véve olyan nyugalommal, és csak a feladatra koncentrálva tudtam repülni, ami egyértelműen, hogy tudatossága, vagy szépen az a 23 év alatt, ahogy jöttek egymásra a feladatok, jöttek egymás után az egyes különböző repülési szint, de mindenképpen azt gondolom, hogy ennek jelentősége van. Az újabb és újabb feladatokat mindig kihívásként élted meg? Kihívásként egyfelől, másfelől pedig egy olyan lehetőség, mindig is érdekeltek azok a repülőgépekkel, amivel láttam, hogy fiatalkoromban az idősebbek, a nagy vontatópilóták avval repülnek, a nagy távrepülők avval repülnek. Inkább lehetőségként, hogy avval jobb eredményeket lehet elérni, nagyobb átlagsebességet lehet repülni, vagy akár a műrepülésbe, hogy avval keményebb, komolyabb komplexumokat lehet repülni. Inkább azt gondolom, hogy
inkább vágytam arra, hogy, hogy olyan gépekkel repüljek, amit gyerekkoromban esetleg még elérhetetlennek tűnt. Mi mindent kellett tenned a hétköznapokon ahhoz, hogy egy-egy repülés valódi ünnep lehessen? Nyilván rengeteget kellett tanulnod, fizikailag felkészülni, szellemileg, lelkileg. Tehát ez egy folyamat. Ami nagyon esetleg fura vagy, vagy érdekes lehet, ugye repülni hétvégén lehetett, kivéve a nyári szezont. Tehát olyan, hogy pénteki vagy szombati bulik, azok viszonylag hamar elmaradtak onnantól, hogy az ember elkezdett repülni. Dunaújvárosba jártunk le. Ahhoz, hogy dunaújvárosi eligazításra reggel 9-re leérjünk, hogyha nem volt közvetlen buszjárat, vagy nem volt reptére olyan, hogy valakivel le tudtál menni, akkor 5 órakor, 6 órakor indulni kellett Fehérvárról, hogy busszal, átszállással, Dunaújváros, utána általában Dunaföldvár felé haladó busszal tovább menjünk. Hát péntek este, szombat este az így, ezek a fiatalkori bulizások repülés előtti hétvégén kimaradtak. Persze, fizika, matematika, vannak ilyen tanulmányok is, és viszonylag hamar elkezdhettem elméletet oktatni, tehát ilyen 3-4 év, éppen hogy meglett a szakszolgálati engedélyem, amikor már a következő generációnak elméleti oktatást elkezdtem tartani. Az emberek többsége azt gondolja, hogy a repülés abból áll, hogy a pilóta beszáll, és ha már elsajátította az alapokat, és repül. Ez korántsem így van, főleg a vitorlázó repülőknél. Mesélj erről, egyáltalán miért ezt a szakágat választottad? Ugye akkoriban egyértelműen, tehát motoros repülés önmagában nem volt elérhető. Ma már valaki dönthet úgy, hogy ő kezdőként csak motoros repülőgéppel szeretne repülni, esetleg onnan egyből viszonylag hamar nagy gépes pilótává válni. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos az, hogyha a lépcsőfokat végigcsinálja az ember, és ugye erre vannak a nagy gépes kiképzésben is tanulmányok, vannak elemzések. Egyértelműen látszik, hogyha megismerkedik a növendék, vagy a pilóta jelölt az alapokkal, akkor a későbbiekben sokkal határozottabban, sokkal jobban tud döntést hozni esetleg egy kiélezett helyzetbe. Ki volt az, akire felnéztél, akire felnézel most is, akinek sokat köszönhetsz, aki mentorált? Dunaújvárosban nagyon sok jó oktatóm volt, Ódor Károly, Krizsány László, akikkel épp most itt a világbajnokság kapcsán teljesen véletlenül, amikor először kimentem a három éremmel, Krizsány László velünk oktat itt Börgöndön, Ódor Károly jött Dunaújvárosban, de akkor pont együtt voltak kint a Börgöndi reptéren. Azt gondolom, hogy az alapok, illetve a szakszolgálati engedély megszerzéséig nagyon sokat kaptam Dunaújvárostól, illetve az ottani oktatóktól, és utána én gyakorlatilag akkor repültem 12-13 éve, amikor felkerültem mind műrepülő növendék Budaörsre, továbbra is megmaradt természetesen Dunaújváros, és ott akkor már világbajnokként Tóth Ferenc, Szilágyi János csapatban és egyéniben is nyertek. Ott a kétüléses géppel ott kaptam egy olyan lökést, ami mondjuk nekem a távrepülésben hiányzott. Tehát együléses gép, nagy teljesítményű kétüléses gép abban az időben Magyarországon nem volt. Tehát ha valaki megakadt a távrepülésbe, akkor együléses géppel szépen megpróbált rájönni, hogy akár elméleti tudását fejlesztve a gyakorlati tudása hogy lehet egyre jobb. Az egy-két év, amikor kétüléses géppel repültünk Budaörsön, az nagyon sokat segített, hogy minden egyes olyan finomságot, hogy hogyan lehet egy-egy figurát megcsinálni. Ennek kis köszönhetően viszonylag hamar megkaptam, azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük a világ mostani legjobb vitorlázó műrepülőgépének, a Swiftet. Swift ez egy lengyel gyártású vitorlázógép, és gyakorlatilag onnan tényleg szerencsém van, hogy bár csak egy gép van az országban, de a válogatott keret gyakorlatilag kisebb megszakításokkal, javítások, ápolásokkal gyakorlatilag folyamatosan ebből a géppel tudunk repülni. A műrepülésben mennyi a tehetség és mennyi a szorgalom aránya? Biztos, hogy kell hozzá, hogy ha úgy nézi tehetség, hogy adottság, vagy akár fizikai, akár fejbe, biztos, hogy kell hozzá az, hogy a fizikai teljesítő képessége, a fizikai teherbírása, én nagyon egyszerűen mondva, hogy mondjuk az embernek a gyomra, hasa, szervezete hogyan bírja. Ezzel nekem nincs, szerencsére nincsen gondom. Fiatalkoromban
kosaraztam, most több mint 10 éve fallabdázom, hogyha úgy van, akkor futok, sajnos úszni most ritkábban, de tudatosan készülök arra, hogy ezeket a terheléseket, akár pozitív, akár negatív, ezeket elviseljem. Ez egy ilyen, akár egy ilyen bemutató, akár egy ilyen verseny kapcsán plusz 7, minusz 5G-s terhelések vannak. Edzés. Miből áll egy edzés? Hogy épül fel? Hiszen egy versenyre fel kell készülni. Nyilván megvannak az alapvetések, hogy egy-egy verseny esetében, mint például itt a világbajnokságnál, milyen feladatokat kell megoldani a pilótának, és erre készülni kell. Tehát ez is egy tudatos dolog. De hogyan? Így van. Külön választanám. Tehát ugye vannak figurák, amiből egy műrepülő komplexum, egy program áll. Az, hogy adott versenyen milyen figurák lesznek, ez a versenyen dől el. Az első eligazításon a csapatok, mindegyikőjük javasol egy figurát, amiből majd a zsűri vagy egyes versenyszámoknál a csapatok is összeállíthatnak egy komplexumot, egy programot. Erre készülni hogyan lehet? Föl lehet készülni abból, hogy egy-egy nehezebb, egy-egy összetettebb figurát az ember tökéletesen lerepüljön. De azt, hogy azt a figurát hogy fejezi be, milyen sebességgel jön ki, milyen terheléssel repül le, az nagyba függ attól, hogy mi lesz a következő figura. Tehát ezt igazából úgy lehet gyakorolni, hogy különböző nevezett kötésekkel, hogy ezt úgy érthetőbben van olyan figura, aminek a kezdősebessége 80-90 km per óra, például egy dugóhúzó, vagy egy nagyon hosszú függőleges szár, amin forgatások vannak, esetleg dobott figurák. Illetve van olyan figura, aminek a kezdősebessége 220-230-250 km per óra. Ennek a gépnek a maximális terhelése plusz 10, minusz 10. Mindenféle gíruha, segédeszköz nélkül. Ennyit azért nem szoktunk, mondom, hogy az előbb is, hogy plusz 7 az a maximum, illetve mínuszba minusz 5, minusz 6. Tehát ugye vannak különböző kezdősebességű figurák, ebből adóan vannak olyan figurák, amik, vagy illetve a figuránként eltér, hogy egy figurát milyen sebességgel fejezünk be. Vitorlázógép, nincsen benne motor. Motor nélkül kell a rendelkezésre álló magasságot a lehető legjobban kihasználni. Ha az ember kapkod, rövid szárakat repül, nem lesz elegendő sebesség a következő figurához, nem fog kijönni, és nagyon-nagyon apróságokon múlik. Tehát az összetett aranyérmem az 13 ponton múlt, úgyhogy 150 pontra volt a harmadik, és mondjuk egy 5 másodperces boxkilépésért 10 pontot kap tehát az ember. Ez nüanszi. Nagyon, ezek százalékok, tehát százaléknak is mondjuk az egyötöd része, ami most itt volt. Beszéltél a boxról, bocsáss meg, azt hiszem, hogy ezt kérlek, hogy magyarázd el a nézőknek is, mert ez egy fontos. Így van. A műrepülés az nem abból áll, hogy versenyszinten, hogy elmegy valaki valahol a reptér felett, vagy a mező felett repül, ez egy nagyon szigorúan meghatározott 1 kilométerszer 1 kilométeres, gyakorlatilag egy kocka, ami a földtől 200 méterre van az alja, biztonsági okokból, és így ebből következően 1200 méteren van a teteje. Tehát, hogyha az ember sikerült egy figurát legyakorolnia, sikerül különböző sebességekből megcsinálni, hisz, hogy az előbb mondtam, elképzelhető, hogy az egyik figurából mondjuk 200-zal jön ki, de ha egy olyan figura után kerül be, ami alapból mondjuk csak 120-szal végződik, akkor meg kell tanulni azt a figurát repülni kisebb sebességekből is, meg nagyobb sebességekből is. Úgy nagyobb sebességekből, hogy ez ne menjen a harmónia rovására. Hisz nem lehet úgy, hogy most végzett itt valaki, majd 5-6 másodperc helyezkedés, és föl a következő, annak a versenyszámnak a helyezkedése, a harmóniája, arra már az ember nem kaphat megfelelő pontszámot. És utána, hogyha ez megvan, akkor ez az egész komplexumot beletenni egy dobozba. Úgy, hogy a gyakorlás során, és erre törekszünk, például a finnországi versenyen meg kellett változtatni a versenyszabályzatot 2013-ba, mert a versenyszabályzat szerint maximum 12 méter per szekundumos szélbe repülhettünk, 12 méter per másodperc, de gyakorlatilag 3 vagy 4 napig 14 alá nem csökkent a szél. Magyarországon 10 fölött az már olyan erős, hogy hát akkor itt most már ne repüljünk, mert ez úgy sincs értelme, mert nem lehet figurálisan olyan szépen repülni, mint értelemszerűen egy kedvezőbb környezetbe. Ezek után arra is rájöttünk, hogy de, repülni kell erős szélbe is. Repülni kell akkor is, hogyha úgy alakul a box, hogy nem teljesen pálya irányba fúj a szél. Hogyan helyezkedjünk akkor? Ez már a finomítás annak, hogy egy jól gyakorolt figurális, majd komplexum repülés után
egy nagyon kedvezőtlen körülmények között hogyan lehet ugyanezt lerepülni. És ha az embernek szerencséje van, akkor azt húzza, amit begyakorolt. Nyilvánvaló. Nagyon fontos kérdés az is, hogy ugye arról beszéltünk, hogy miként készülsz egy versenyre, miként készültek, hogy hol van a határ? Van-e határ? Hiszen újabb és újabb figurák születnek, ahogy mondtad, most a világ legmodernebb gépével, a Swift S1-essel repülsz, tehát ez a gép a csúcs kategória. Ugyanakkor van-e határa az emberi teljesítőképességnek, illetve a kreativitásnak? A kreativitásnak, mármint a versenyzői oldalról, az egy határt szab, hogy egy nagyon szigorú sportkódex alapján repülünk. Tehát olyan nincs, hogy minden évben megjelennek új figurák, minden évben nehezebb és nehezebb. Vitorlázógéppel nem úgy van, mint a motoros géppel, tehát nem lehet a végtelenségig fölfele függőleges figurákat repülni, forgatásokat beletenni, hisz az energia elfogy. Az, hogy milyen figurákat lehet javasolni, vagy milyen figurákat lehet repülni, ez egy nagyon szigorúan meghatározott sportkódex szerint deklarálva van. Az, hogy egyes figurákat milyen kombinációba, vagy milyen forgatásokkal, ebben van egy kis mozgástér, van egy kis kreativitás. Mi is gondolkodunk rajta, hogy milyen figurákat javasoljunk, de azt, hogy az adott figurát, azt, ugye az adott versenyszámot, az adott programot mennyire tökéletesen, vagy mennyire hibátlanul repülje le valaki, annak gyakorlatilag nincsen határa. Pontozásos sportról beszélünk, és itt egyértelműen mindenki hibákkal repül. Aki az elején végez, ő a lehető legkevesebb hibával repült. Nagyon sok minden olyan figura van, olyan figura kötések, olyan kombinációk, amikben nagyon sokat kell még fejlődnöm. Tehát a határ az nagyon messze van még. Ott voltam a Városházán, ott voltunk a stábbal a Városházán, amikor Cserpakovics András polgármester köszöntött téged és családodat, édesanyádat, édesapádat és lelked jobbik felét, és ők is a szurkolóid. Ez megnyugvást okoz neked, hogy veled vannak minden egyes pillanatban, és segítik, hiszen ez egy, tehát repülni különleges dolog még a mai 21. századi világban is. Persze, azért, hogy a felkészülést milyen nyugodt körülmények között tudom csinálni, az nagyban köszönhető nekik is, hisz ők ebbe tényleg támogatnak, hogyha olyan az idő, illetve olyan, és idén nagyon sokat tudtunk szerencsére a világbajnokság helyszínén Matkó pusztán Kecskemét mellett edzeni, ahova ők is elkísértek, egyértelműen így sokkal könnyebb. Azt mondják, azt tartják, hogy minden egyes verseny vége, egy következő verseny kezdete valamilyen formában nyilvánvaló, hogy így bizonyosan így van. Mire készülsz most? Most lesz egy szerencsés változás, illetve ez a repülőgép, ez 23 éves, 1992-93-ba került Magyarországra, és a Burgundy repülőnap után én vittem ki Németországba, elérkezett egy nagy javítási ciklushoz a repülőgép. Szerencsére most, hogy ugye mind az Unlimited, mind az Advanced csapat világbajnok lett egyéniben, és csapatban is ugye elég szép eredménnyel végeztünk ezen a világbajnokságon. Egy újabb lökést adott, és most úgy néz ki, hogy az utánpótlás, a műrepülő utánpótlás is újra érdeklődik ez iránt, a sport iránt, úgyhogy elkezdtük már kétüléses géppel a kiképzést. Hamarosan hazaérkezik a repülőgép Németországból, akkor menni fog majd festőműhelybe. 23 év után ilyen szép eredményekkel nagyon-nagyon megérdemli, hogy egy új festést kap egy új szállítókocsit. Pár éve még úgy volt, hogy az Európai Légügyi Hivatal, Kelet-Európa gép, hogy lehet-e folytatás ennek a repülőgépnek. Azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak, illetve a magyar műrepülősportnak az egy nagyon nagy érvágás lett volna, és nem vagyok benne biztos, hogy lett volna esély arra, hogy ez a repülőgép pótlása megoldható lett volna más módon. Azt gondolom, hogy a következő 10 évben ez a korábban nagyon kényesnek tűnő probléma, ez megoldódik. Szép, újrafestett repülőgép, új szállítókocsival, lelkes utánpótlással. Úgyhogy azt gondolom, hogyha minden feltétel ugyanígy adott lesz, természetesen ebbe azért nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell edzeni, de akkor
az egész csapat számára biztosított a folytatás? Nos, én azt gondolom, hogy a 100 éves fehérvári repülés történethez nagyon sokat adott a ti személyes sikeretek, az Albatrosz Repülő Egyesületnek nem különben, és azt kívánom, hogy ami elhangzott ott a polgármesteri hivatalban, hogy adott esetben egy világversenyt is láthasson a repülést kedvelő székesfehérvári, ahhoz még sokat kell ugyan tenni és dolgozni, de kívánom, hogy valósuljon meg ez az álom, és ne csak álom legyen, hanem valóság. És köszönjük szépen, hogy ilyen eredményeket hozol nekünk, az Albatrosznak, Székesfehérvárnak és önmagadnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Józsa Dávid, vitorlázó műrepülő világbajnok volt. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.